Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sak magazin 2019. februári adásában. Újra Varga Péterrel, nagy tekintélyű szakkommentátorunkkal tudjuk Önöket tudósítani a megye és a régió sakbeli eseményeiről, és mutathatunk be ö, kiváló partikat, megyénk sakkozóinak a különböző versenyeken, csapatbajnokságokon ö, játszott partiaiból. Előző adásunk óta forduló zajlott le mind a megyei csapatbajnokságban, mind az MB2 küzdelmeiben. Újabb forduló volt tehát a megyei csapatbajnokságban, ahol tisztázódott, hogy minden bizonyal a Nyíregyházi Egyetem második csapata lesz a 2018-2019-es szezon megyei bajnoka, hiszen utca hosszal vezetik a, me a mezőnyt. A fordulóban a Nyíregyházi Egyetemhez a... Balkán csapata látogatott. A Balkán csapata rendkívül tartalékos, hiányos, fokhíjas volt, és eleve nem túl nagy reményekkel mehettek az egyetemistákhoz. Az egyetemisták pedig, hát az egyetemisták elméletileg tanulók valójában azonban iskolázták Balkán, mindössze fél pontot adtak le, kilenc és fél fél arányban tudták legyőzni Balkányt. A balkániak becsületét a csapatkapitány Varó Miklós ö, mentette meg, egy ö, tőle több százzal magasabb értékszámú sakkozóval játszott egy kiváló, pompás döntetlent. Megmérkőzött egymással hazai környezetben Nyíregyházán a Nyíregyházi Sportcentrum második csapata és a Vaja. A Vaja korábban hátrébb volt a bajnokságokban, mióta azonban Nyíregyházi és Debreceni sakkozókkal erősített, azóta igen komoly csapattá lépett elő, és ö, egy pompás 5 5 -öt vívtak a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatával rosszul mondom, tisztelt nézőink, illetve itt szeretném elmondani, felkonferálni, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum csapata tulajdonképpen nevet váltott. A közgyűlés döntése alapján a saksportág is átkerül a sportcentrumból az NVSC-hez, és ezért a következő bajnoki szezonban már ugyanez a csapat nem sportcentrum, hanem NVSC néven fog szerepelni. A további mérkőzések. Kisvárda mérkőzött meg Nyírbátor csapatával. A Kisvárda csapata érezhetően erősebb, mint a Bátor Nyírbátoriak csapata. Ez tükröződött az eredményben is, ugyanis 7-3 arányban győztek a kisvárdaiak, akik általában igen rutinos jó játékosok, NB2-es jelennel is múltal. Megmérkőzött egymással még Fehér és a Nyíregyházi Dávid SC. A Fehér az elmúlt években több meghatározó játékosokat is elveszítették, és érezhetően gyengébb csapat, mint a Dávid SC. Ennek ellenére tisztes helytállásnak köszönhető, tisztes helytállásnak minősíthető, hogy 7,5-2,5 arányban kaptak ki a Dávidtól, ami tulajdonképpen egy papírforma-szerű végeredmény. Ezek után a Nyíregyházi Egyetem második csapata vezet ugye toronymagasan, mögöttük lohol szorosan a, a Dávid SC, a Vaja, a Nyíregyházi Sportcentrum második csapata és ötödik helyen van jelenleg a Kisvárda csapata. A, az élen álló csapatok közül többen még szabadnaposak voltak, és több csapatnak még lesz olyan fordulója, amikor ők pihennek, míg a többi csapat mérkőzik egymással, tehát pontokat szerezhetnek. Ebből fakadóan az egyetemistáknak az első helye látszik biztosnak. A Vaja, a Dávid és a Sportcentrum. Vetélkedéséből fog eldőlni, hogy mely csapat lesz a második, és mely csapat lesz a harmadik. Tehát addig még sok fordulóra fog sor kerülni a megyei csapatbajnokság küzdelmeiben. A napokban igen fontos forduló volt az NB2 küzdelmeiben, a hatodik forduló, ahol csapataink vegyesek voltak, ugyanis nyertünk is, veszítettünk is. A Nyíregyházi Egyetem első csapata Kazinc mérkőzött meg. A Kazinc utazás természetesen kisé megterhelő a Nyíregyházi Egyetem csapatának, különösen abban a tudatban, hogy az első táblákon ukrán illetőségű játékosok, nemzetközi mesterek fogják őket fogadni. A cél tehát nyilván az volt, hogy az első táblákon ki kell tartani a vendégjátékos ukrán nemzetközi mestereket, mesterjelöltet, míg középen, illetve hátul lehet legyőzni a, a az ott gyengébb kazinc balcikaiakat. Ez sikerült is minimális arányban ugyan, de ö, győzött a nyíregyházi egyetem első csapat a Kazincbalcikán, 6,5 és félre, amihez csak gratulálhatunk, hiszen ez egy pompás eredmény. A Tiszavasmári csapata a, az nb 2 talán legerősebb csapatát, a miskolciakat fogadta a Miskolciak a legutóbb a Nyíregyházi Sportcentrum, vagy most már nevezzük NVSC-nek, mérkőzött meg Miskolcon, sikerült legyőznünk a Miskolciakat, talán a visszavágás reménye fűtötte Szabolcs megye viszonylatában a Miskolciakat, elég erősen álltak ki, és, és óriási arányban legyőzték Tiszavasvárit, tíz és fél, másfél arányban Érdekes, hogy a rendkívül erős Miskolci csapattal szemben csupán elő sikerült egy döntetlent és egy nyerést elérni. Óriási érdeklődés kísérte a Nyíregyházi Sportcentrum, vagy NVSC, és Edelénynek a, a mérkőzését. Nyíregyházán játszottuk le az Edelénnyel való mérkőzést. Több ö, igen erős csapat van az MB2-ben, ilyen Miskolc, Hajdúböszörmény, Szirma Besenyő, Edelény és természetesen a Nyíregyházi Sportcentrum újabb nevén egy Ezeknek a vetélkedéséből dőlhet el, hogy melyik csapat lesz az MB kettőben a bajnok, illetve az érmes csapatok. A forduló előtt a nyíregyháziak az ezüstérmes helyen álltak, a második helyen álltak, és érdeklődve néztük, fogadtuk, hogy edelény milyen összeállításban fog felállni. Edelény eddig nem hívta a legerősebb játékosait, ugyanis igen erős játékosokat igazolt. Játszanak náluk budapesti mesterek, szlovák játékos, német és svájci nemzetközi mesterek, fide mesterek, tehát igen mutatós volt az erősorrendi edelének, de a legerősebb játékosok közül még csupán egyetlen német nemzetközi mester játszott egyetlen partit öt forduló alatt. Nos, edelény abban a megtiszteltetésben részesített minket, hogy a létező legerősebb összeállításban jött el Nyíregyházára. Kilenc táblán voltak magasabb értékszámúak az edelének, a játékosai, három táblán pedig a nyíregyháziak. Tehát, hogyha ezt az egyszerű ö, ismérvet néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy 9-3-ra állt a papírforma edelénynek. Hát ö, a sportcentrum, illetve egy csapata nem így állt a küzdelmek elé. Igen, bátran vettük fel a küzdelmet, és kedvezően is indult a mérkőzés, ugyanis legelőször Vacsi Andris fejezte be a partiát, a világos figurákat vezetve egy fiatal, 20 éves német fidemesterrel szemben játszott, és szinte a teli táblán fogta el két óra játék alatt a német mesternek a vezérét. Szemtanóként láthatom, egy óriási parti volt. Szinte csodálatos, hogy Andris mennyi mindent látott a táblán is, mit tudott kiszámolni. Aztán még egy döntetlen is született, egy megegyezéses döntetlen a mérkőzésen, majd folytatódtak az óriási küzdelmek. Egy-két parti megfordult becslésem értékelésem szerint, és sajnálatos, hogy minimális arányban, de alul maradtunk az edelényiekkel szemben, 6 fél 5 arányban a csapatgyőzelem edelényé lett. Szeretnélek megkérdezni Péter, mint a, a, az első táblásunk, hogyan láttad a fordulót. Én nekem csapatkapitányként kívülről gombóz volt a torkomban, és jobban izgultam, hogyha játszottam volna te, mint tőlem sokkal jobban hozzáértő, hogy láttad a mérkőzést? Nagyon izgalmas, igazi rangadó volt. Én úgy gondolom, hogy egy parti, két parti ugye, ha megfordul, tehát itt az, az döntően befolyásolhatja a végeredményt. Volt egy nagyon jó állásunk, amit sajnos elvesztettünk, úgyhogy uh, itt a legvégén ugye ez számított, de hát ugye mivel csapat, uh, versenyről van szó, ugye az egész csapatot kell értékelni. Egy picivel ugye most uh, kikaptunk, ebből is tanulni kell, én úgy gondolom, uh, nagyon izgalmas, tehát uh, belülről is nagyon izgalmas, jó mérkőzés volt, úgyhogy nem csak neked volt <laughs> egy gombóca hanem ott a gombóca a hanem jött a többi uh, szurkolónak is, és uh, ugye a játékosok is beletették magukat a küzdelemben, küzdelemben ami, ami ugye egyértelműen uh, természetes. egy legjobb csapatával állt fel, talán az előző három évben nem álltak fel ilyen erősen. Az volt a céljuk, hogy, hogy uh, legyen esélyük még akár a bajnoki cím megszerzésére is. Ez most nekik sikerült. Mi egy picit, ugye most itt lemaradtunk, az érmes helyekért tudunk majd harcolni továbbra. Én úgy érzem, hogy, hogy egy nagyon picit. <kül> pici szerencsével megjelentük volna ezt a mérkőzést, amit, hogyha mondjuk azt arra gondolunk, akkor következő évben már ezeket nem elveszítenem, megnyerni fogjuk ezeket a majd. Egy partiban ugye mi menekültünk meg a vereségtől, egy tapasztalt mesterünk nagyon ö, csiklandós helyzetbe került, és ö, tapasztalatának, tudásának köszönhetően tudta becsapni, ö, úgy mondom becsapni, tehát egy kis ö, ö, trükköt látott még az állásban magasabban jegyzett fiatal ellenfelét, illetve voltak olyan partik, amelyekben már úgy láttuk, hogy mi fogunk nyerni, mi fogunk nyerni, aztán valahogy az ellenfélnek szerencséje volt, valahogy ki tudta tartani az állást, jó, óriási küzdelem volt, ahol, ahol a papírformát nem sikerült felborítanunk. Ezzel a mérkőzéssel a nyiregyháziak visszacsúsztak az ötödik helyre, és ö, közel vannak természetesen az érmes helyekhez, és a cél, a reális cél nyilván az lesz, hogy egy ezüst vagy egy bronzérmet szerezzen meg az NVSC sportcentrum. Az egyetemisták ezzel a pompás győzelemmel feljöttek a hatodik helyre, a Tiszavasvári pedig ezzel a nagyobb arányú vereséggel a 11-12. helyen áll holt versenyben. Eleget beszéltünk már, azt hiszem. Tisztelt nézőinknek talán, talán már sakkpartira fája fogok, ezért szeretnének megkérni Péter, hogy valamely megyebeli sakkozóknak egy szép alkotását mutass be nekünk. Mindenképp a tisza játékosát szeretném legelőször bemutatni. Az egyik játszmáját, ugye Lengyel László különleges oldaláról mutatkozott be, pozíciósan verte szét az ellenfelét, de egy nagyon-nagyon érdekes és jó partiban ezzel szeretném kezdeni. Tehát sötétte volt Lengyel László, világosan volt Szilágyi Tibor. Egy debreceni sakkozó. Debreceni sakkozó. Kifejezetten én úgy gondolom, hogy egy furcsa értékelés szempontjából is érdekes állás típusokat, szerkezeteket fogunk egy partin belül is látni. Világosan l 4 kezdett az irányi Tibor, amire D6-tal folytatta fekete, d 4 gyel megszerezte a centrumot, világos, 20 f F6-tal megtámadta, 20 c C3-mal megvédte, és erre E5 következett feketéve. Ez egy érdekes lépés, ugye itt két lehetőség van, egyik, hogy 20 f 3 mal belemegyünk a főváltozatba, és hogy a 20 d 7 tel egy filidor állás lesz terítéken, vagy pedig ugye leüti az E5 gyalogot, világos, illetve cserélje a vezéreket, és gyakorlatilag a középjátékot kihagyva, megnyitásból azonnal a végjátékba fogunk kerülni. Tehát ez a két lehetőség van. Aki jobban szereti a, a taktikát, az 20 f 3 at szokott itt lépni, aki inkább pozíciós játékos, az inkább leszokta ütni az e 5 öt de igazából a pozíciójátékosoknak játékosoknak is a 20 f 3 sokkal nagyobb, hogy fogad, sokkal nagyobb a, lehetőség 20 f 3 ban is nagyobb tér van, nagyobb, lehe, nagyobb változat lehetőségek vannak ezekben. Tegyük hozzá, hogy Szilágyi Tibi valószínűleg tudta Laciról, hogy jól ismeri, elég jól játsz a Filidor védelmet, bár nem biztos, hogy a stílusának való, de ennek ellenére egész jól játsza, és inkább vállalt egy végjátékszerű állást, mivel Lengyel Laci egy dinamikus, aktív támadó játékos, tehát úgy gondolhatta, hogy pont ez lesz a kellemetlen állástípus Lacinak, nem tudva, hogy, hogy Laci a, pozíciós játékban, a, a, a kiváló végjáték Párizsben is otthon van már eléggé. Igen, igen, igen. Hát ugye leütött el ötre, végül is ezt választotta, amit visszaütött a gyaloggal, fekete, vezérüti D8, szokott köve, királyüti D8. Ugye két lehetőség van, egyik a futó g a másik a futtó C4. A futtó c 4 egy megint egy érdekes, ott, ott futó E6-tal szoktak játszani, és akkor ugye felvállalják azt a dupla gyalogot, de nagyon nehéz megbontani. Meg ugye az elveszi ez a dupla gyalog a D5 pontot, F5 pontot a huszároktól. Nincsen bázis a világos tiszteknek Igen. a kettős gyalogra és ugye az a bástya már mondjuk F vonalra is kerülhet, tehát van pozíciós ellenérték a kettős gyalogért. Futó G5-tel folytatta világos, amire futó e ugye kifejlődött fekete, hosszú sánc, következett ugye elsáncolt, csak huszár D7 következett amire f 4 ugye azonnal rá akarta nyitni az Ás, ugye itt f 5 fenyeget, tehát ez kötelező ütni, elüti f 4 most itt azt kell látni, hogy e 5 ugye itt a huszár nem tudja leütni a kötés miatt, akkor h6 és g5 következne, tehát nem veszítene tisztelt fekete, hanem h6-tal ellentámadást hozna a futóra, és hogyha futó h4, akkor pedig g5-tel megszűnne a kötés a D8-H4 átlón, úgyhogy ezért itt 20 D5-tel folytatta világos, tehát ugye azonnal támadott, és megpróbálta a gyalog szerkezetét meggyengíteni Feketének. Ugye túl van védve, 20 futó D6-tal, nagyon jó lépés, megvédte az F4 gyalogot, Fekete, lehetséges, hogy 20 F4-et kellett volna itt lépni, futó C4 Következett, ugye aktívan fejlődött, világos, nem érdekelte a gyalog, király C8. Fontos lépés, ugye a D vonalból is, meg a, a D8 H4 átlóból is kimegy a kötésből. Futó üti F6 jött, amire Huszárüti üti F6, huszár üti F6, G üti F6, visszaütött a fekete, és futó E2-vel visszament. Ugye, ha leütöttem volna az állatot, akkor kiegyenesíti a gyalogot. Most azt kell látni, ugye, hogy feketének futópárja van, viszont nagyon gyenge tripla gyalogja, de nagyon nehéz megtámadni ezeket a tripla gyalogot, és előtön a futónak nagyon nagy helye van. Tehát én úgy gondolom, hogy itt fekete már jobban áll ebben a szerkezetben. Bástya G8, nagyon jó lépés, ugye azonnal a félig nyílt vonalra hozza a bástyát, azonnal támadó a G2 gyalog ellen, Ugye a futó F3 ma lesz megvédte. Azért nézzük meg, milyen lehetett. szomorú helyen van. Az a futó védi az n gyalogot meg a G2-gyalogot, pont. Tehát hát egy, egy futónak nem. talán több feladata is lehetne egy partiban. Igen, 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 igen. Futó előtt jó lépés volt, ugye gyenge pontot, megvédi a gyalogokat. A3 következett, ami furcsa lépés, kicsit felesleges, én 20-ára jöttem volna. C6, ugye azért, hogy a királynak helyet ad C7-en, és az A8 Báscsa játékba hozatala a cél ezzel. Huszár E2 következett, amire király C7, és H3. Megint fura lépés, gondolom én futó g jelen, nem tudom, ez kicsit olyan fura, fura lépés. Báscsa a D8 jött, -ja. szerintem... Bár én annyira nem értek hozzá, azért a futó G4 az lehet, hogy elég erős lett volna. Igen, de akkor én azt ott nem csinálok semmit vele, vagy akkor lépek H3-at, és hogyha leütsz, visszaütsz, akkor ugye a Huszár d 4 jel próbálom majd az F5 pontot megszállni. Nem tudom. Tehát, tehát... A egy Bástya G3 behatolás. Igen, én inkább nem a tudom. D vonalat foglaltam volna el a uh -huh. Bástyákkal. Most király B1, ez is fura lépés, mert ugye inkább a centrumba hagynám azt a királyt, tehát nem mennék el vele. Tehát ez is kicsit felesleges lépésnek tűnik. Következett C5, amely a Magyar Huszár C3. Elkezdett ugye a D5 pont, az az értelme, hogy akkor hát, ha a futóval leütne, akkor ellenkező színű futó lenne esélye a döntetlenre, Ugye ezt mindenképp le kellett ütni, és fehérnek is ugye egy dupla gyalog keletkezett, futóüti C3-mal, ugye ezt felvállalt, a a B üti C3, bástyúti D1, bástyúti egy, D1, és Bástya D8 jött, ugye lecserélte a bástját fekete, és innentől kezdve ugye majd az E gyalogot az, az F6 gyalogra le fogja cserélni, be be bemegy fekete. Tehát itt a bástja cserével, tehát úgy gondolom, hogy azzal az egyenértékű volt az azonnali vesztett végjátékkal. Ugye ami fura, meg nem úgy látszik, de de, de ott az már az már nagyon rossz állás. Fehérben. Nehéz tanácsot adni tulajdonképpen sötétnek. Én itt sötét uh, helyében már tehát nem is na nagyon tudnám, mire lehet játszani. Már mint fe fehér. Vagyis nem igen, 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 igen. Tehát már világos, világos a terület, állása igen. teljesen kész. Tehát Ogen. ha cserél, akkor az a baj, ha nem cserél, akkor a bástya uralja a dévonalat, a király szépen mondjuk be kell állítani. Hát igen, az f F6, f nem igen. tudok tanácsot én már nem igen. tudnék tanácsot Igazából ugye azt szokták mondani, hogy minden bástya döntetlen, ugye van egy ilyen mondás, bástyák lenne a legnagyobb esélye a döntetlenre fehérnek, tehát én nem cseréltem volna, nem azt, hogy léptem volna ebben a szerkezetben és ugye a király B1-nek itt is hibája van, hogy ugye beengedi a bástya D2-t, D2, de F1, igen. és az F4 gyalogra játszottam volna rá, amennyire tudok futó g 4 kapcsolatban, hogy kiszedjem azt a futót, vagy kicseréljem. Tehát én mindenképp azt, abban, abban azzal próbálkoztam volna. A második D8, ez a futó végjáték szerintem azonnal veszít. A második D8, király D8 következett, amire király C1, Ugye király E7, ugye hozzák a királyt a centrumba, király D2, király D6, király D3 és B5, ugye nem engedi, hogy azt a gyalogot ott leüssék. Futó H5 jött, király E5, futó F3, visszament a futó, és ugye F5-tel, miről beszéltünk, eltünteti a tripla gyalogot az ő. E gyalogjával kapcsolatban. f következett, E üti F5, futó üti F5-sak, a futóval, király D2 jött, és ugye futó E4 érkezett, ugye, ami azt jelenti, hogy a gyalog az egyértelműen nyerne feketével, tehát hogyha ezt leütné, Baszak az lett volna az egyetlen, de hát mondjuk az is veszít. Király E2 következett, ugye hogy visszajussa a királyjal az F3 futót, hogyha leütné fekete, de akkor meg a C2 gyalog maradt ott. Futó üti C2 következett. Hát két oldali gyalog Igen. Futó C6, A6, futó B7 jött, A5, futó A6-ra, pedig ugye B4 következett, ugye szabadgyalogképzés feketével és még ugye a királyszernyom még ott is világoson maradtak a gyalogok G2, H3-on. C5, B4 következett, amire C5, B4, A gyaloggal ezt is leütötte A5, B4, A5, B4, visszaütött fekete, király D2, ugye futó E4, és ugye amiről beszéltünk, hogy a G2 gyalog továbbra is ott maradt, futó C4 jött, az F gyalogot megtámadja, futó üti G2, H4, F6, király E2, F3 sak, király F2, király D4, ugye itt a három hát itt gyalog. volna világos műsor. Igen, hát azért feladhatta. megnézzük, hogy mikor adta fel, mikor volt, lelkére hogy feladjam. Futó e6, király c3, futó f5, h6. Nem adjuk oda azt a gyalogot. Király e3, b3, futó e 4 b2, futó b1. És futó f1-el jött. Fekete királyüti f3, futó d3, futó a2, b1 vezér futő egy, futő Tibé egy, és itt gyakorlatilag megnyerte e, fekete ezt az állást. Tehát e, én úgy gondolom, hogy stratégiailag e, fehér nem érezte ezt az állást, tehát elindult előre, szépen ő is, ő is valószínűleg egy taktikus támadó játékos lehet, hogy nem az, tudom, mert, az. mert úgy tűnt itt a partiból, de de ez most e, vissza a sültem, mert Fekete nagyon szép stratégiával győzte le a fehér haderőt ebben a játszmában. Tisztelt nézőink, remélem tetszett önöknek a Tiszavasvári csapata legjobb pontszerzőjének, lengyel Lászlónak ez a Partia. Laci ezúttal bemutatta, hogy hogyan kell pozíciós eszközökkel megállítani egy taktikus játékost, és egy végjátékszerű állásban kihozni a nyertállást. Természetesen világos sem érezte túlzottan a, a labdát. Tehát ö, taktikusok találkoztak pozíciós szintéren, Laci nagyon szépen felőrölte az ellenfelet, megfelelően játszotta a végjátékot, én azt hiszem, hogy igen nagy dicséret illeti őt, nem csak a mi részünkről, hanem a csapatkapitány részéről is.